Kodaik település várossá nyilvánításának 10. évfordulóján a település díszpolgári címét a Peskespányi díjat adták át, amelyet idén Spányi Antal megyés püspök vett át. A két neves bodajki festőről elnevezett díjat a jubileumi városnapok alkalmával a városházán adta át Wurzinger Lóránt polgármester. Püspök atya egy olyan személy, aki teljes mértékig méltó erre, aki nem csak maga a katolikus egyházközösség, nem csak mint egyház és nem csak mint kereszténység szemében, hanem minden egyes magyar szemében példakép lehet a mai világban. Nyilván nem mehetünk el amellett az elismerés mellett, amelyet püspök atya tesz gesztusokat a településünk irányába, mint hogy az első áldozók zarándok helyévé tette meg Bodajkot, így gyakorlatilag minden fiatal Fejér megyei keresztény legalább egyszer eljut Bodajkra. Az ő szárnyai alatt született meg az a gondolat, hogy ne csak egy idézőben egyszerű Szent István szobrot készítsünk, hanem ami még nincsen Magyarországon, a magyar Szent Család egy hármas szobor kompozícióban jelenjen meg, és most a Szent István téren itt díszeleg Szent István, Gizella és Imre Herceg is, ezt is gyakorlatilag neki köszönhetjük, és természetesen azt a mértékű támogatást, amelynek következtében az egyházközösség, katolikus egyházközösség, a Kegytemplom, a Zarándok udvar és a Kálvária domb is így egy nagy kompozícióban meg fog tudni újulni a jövő évben. Mindezekért nagyon hálásak vagyunk neki, és nem csak az ő számára megtisztelő ez, hanem minden bodajki számára megtisztelő, hogy püspök atya itt van és segíti szeretett települését. Bodajkváros önkormányzat képviselőtestülete Spányi Antal püspök példamutató emberi magatartása elismeréseként, kiemelkedő lelkipásztori szolgálatáért, valamint a város kulturális és épített öröksége fennmaradása érdekében végzett tevékenységéért adományozta a díszpolgári címet jelentő Peske-Spányi díjat a főpásztornak. A spányi család a festőművészen keresztül kötődik hosszú-hosszú idő óta Bodajkhoz. Bodajkon még nem is jártam, a szobánk falát díszítette a bodajki kálvária szép képe, amelyet Spányi Béla festett, és egy kicsit elhozta a család életébe Bodajknak ezt a képét. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy Bodajk ezzel a magas elismeréssel, kitüntetéssel tisztelt meg, amely arra késztet, hogy még inkább próbáljak meg Bodajknak, elsősorban a kegyhelynek a megújításával, kiteljesítésével segíteni, és próbáljam az itt élő emberek életére a Jóisten áldását leesdeni. Szívből kívánom, hogy ez az áldás tartsa meg ma is, még sok-sok éven, évszázadon keresztül Bodajkot. Spányi Antal püspök megköszönte a megtisztelő díjat a város vezetésének, és hogy Bodajk ma is őrzi a főutcáján épített kastélyszerű hatalmas műtermet, ahol Spányi Béla családjával együtt élt egészen öregségéig. Megtisztel a cím, hálásan köszönöm, és igyekszem a jövőbe is mindent megtenni, amit tehetek Bodajkért és az itt emberekért. A jubileumi ünnepségen az önkormányzat Winkler Mihály díjában részesült Dreska Istvánné, az általános iskola nyugalmazott pedagógusa, valamint Kis Gáborné, nyugalmazott óvodapedagógus. A képviselőtestület az ünnepek rendezvények dekorációjának elkészítésében vállalt tevékeny részvételéért Móró Mihály díjat adományozott Nagy Zsuzsannának. Ugyancsak Móró Mihály díjat kapott Zugor Jenő, aki sikeresen élesztett újra egy embert.